A kapuit a város tulajdonában lévő Bonyhádi termálfürdő. Farkas Attila, a Bonikom Kft. Ügyvezető igazgatója elmesélte, hogy a kiszolgáló személyzet teljesen felkészült a strandszezonra, minden igénynek igyekeznek megfelelni. Örömmel tudom tájékoztatni a lakosságot vagy a tévénézőket, hogy holnapi nappal, június 11-én a Bonyhádi termálfürdő megnyitja kapuit. Tiszta lelkiismerettel, nyugodtan, szívvel, felkészülve várjuk a hozzánk betérőket. A nyitás megelőzően a hatósági ellenőrzések rendben lezajlottak, kisebb hibákat találtak, de azokat már orvosoltuk. Újdonságként szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy 5 éve nem volt áremelés a belépőket illetően, ezt már nem tudtuk elviselni, és a képviselőtestület oly módon döntött, hogy a felnőtt egésznapos belépők esetében különbséget teszünk bonyhádiak és vidékiek között. Ez azt jelenti, hogy kedvezőbb áru jeggyel azon bonyhádiak tudnak majd hozzánk betérni, akik a kasszánál belépéskor lakcímkártyával igazolják az itteni lakhelyüket. Az áremelések követően azért azt is szeretném mondani, hogy visszatérünk a korábban jól bevált gyakorlatunkhoz. Szintén a város döntésének megfelelően tudjuk biztosítani azt, hogy azon általános iskolák diákok számára, akik tanulmányaikat kitűnően végezték be, ez összesen 226 fő, azon gyerekek egész nyitvatartási időszak alatt térítésmentesen, ingyenesen látogathatják a fürdőnket. A fürdőüzemeltetői igyekeztek a strandoláshoz szorosan kapcsolódó sportok kedvelőinek is örömet szerezni. Van egy homok sportpályánk, ahol röplabdázni lehet, futballozni, illetve kézilabdázni. Ott időszerű volt már a homokkal való feltöltése, hiszen az évek alatt kihorták, eltűnt onnan, azt is megcsináltuk. Fejlesztésekről annyit tudnék még mondani, hogy látványos fejlesztéseken ezen kívül nem volt, azonban a magas szintű műszaki biztonság követelménye miatt a háttérben a technológiánkat tovább csiszoltuk, finomítottuk. A beléptetésnél továbbra is elfogadunk bankkártyás fizetésre, lehetőség van, illetve szépkártyával is tudnak fizetni szolgáltatótól függetlenül a hozzánk betérők. Remélhetőleg mai nappal véget ér az a hosszú esős időszak, ami az agráriumban jót tett a gazdáknak, de nekünk, fürdőüzemeltetőnek ez nem volt túl szerencsés. Több száz emberrel várunk, főleg a hétvégi időszakot illetően. Mondhatnám azt is, hogy nyerőcsapaton nem változtatunk. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan van egy büfésünk, aki a meleg ételektől kezdve a hideg ételekig bezárólag italokkal várja a vendégeket. Kedtől péntek időszakban reggel 6 órától várjuk a csak úszni kívánó vendégeinket, utána egy kisebb szünet lesz, majd 9 órától nyitjuk ki kapuinkat, és este 7:30-kor kérjük a vendégeket, hogy hagyják el a medencét, és 8:00-kor zárra létesítünk. A megnyíló strand 800 ember egyidejű kiszolgálására is alkalmas, beleértve minden kényelmi funkció biztosítását. Előzetes tervek szerint augusztus 28-áig biztosan üzemelni fog a fürdő, meleg időjárás vagy igény esetén azonban hosszabbítható a nyitvatartás is.